Ez az egy megmentőünk van, így mondva Munkácson, mint épületileg. Rengeteg olyan magyar szervezet van, akinek már nincs, vagy még soha nem is volt helyisége, ezért eddig úgy van, hogy beengedjük egymást abba, ami már van. És nagyon üdvös lenne, vagyis üdvös lesz avval kapcsolatban, hogy itt most már mindenki kap egy saját helyiséget. Ugye a magyar államnak köszönhetően egy nagyon gyönyörű impozáns épület lett megvásárolva, a régi Osztrák Monarchia Bank nevű épülete, mert akkor egyetlen darab bank volt, ez volt az. 1912-ben lett felépítve, és azóta volt már minden, leginkább bank, de ugye a szovjet oscsád, vagyis az még az Berbank, meg stb. Most végre visszakerült, úgymond a jogos tulajdonába ez az épület, az IBA, aki építette annó, és azon kívül, hogy ma itt megnyitottuk a bank, az OTP banknak a munkácsi részlegét, ez csak egy kicsi részét foglalja el a banknak, az összes többiben folynak a felújítási munkák, és azt beszéltük meg az előzetes egyeztetéseken, hogy minden olyan magyar szervezet, aki Munkácson van, vagy hát akkor a járási is bekapcsolódhat, de azok inkább be vannak kapcsolódva, azok itt használhatják. Egy nagy terem lesz készen, ahol tudunk mindenféle összejövetelt csinálni. A székek, az úgy beszéltünk meg, hogy nem lesznek lecsavarozva, vagyis ha kiviszük a széket, táncolunk benne, mert a bálokat is tudunk már valahol szervezni, mert munkácsot az nagyon nincs, hogy hol. Se nincs egy kultúrházunk, ami már évek óta épül, és szerintem kb. 10 éve már építik, és azóta sincsen, és nincs egy nagy helyiség. Egy színházunk van, de nem mindent lehet egy színházban megrendezni, amit ugye nem a miénk, hanem az a városé, amit bérben tudunk pénzért venni néha alkalomattá. Úgyhogy nagyon-nagyon nagy segítség és öröm lesz ebben, és majd nézegetjük ki, hogy hol lesznek a nyugdíjas klub, hol lesznek a cserkészek, hol lesznek a karitászosok, hol lesznek, meg úgy gondoltuk még előzetesen, hogy milyen jó lenne, hogyha mondjuk itt van a Magyar OTP Bank, amin keresztül kapják az összes jótékonysági alapítványon keresztül a támogatásokat, és hogyha ide bejönnek a munkács és a munkácsi járás a problémáival, és néha meghatalmazást kell csinálni, néha ilyen, és úgy gondoltuk, hogy küldhetünk ide, majd megbeszéljük egy magyar ügyvédet, magyarul tudó ügyvédet, a magyarul tudó közjegyzőt, és akkor bejön hivatali dolgait intézni az ember a bankba, vagy egy tolmácsot hivatalosan, vagy egy fordítót, ami ehhez az iratokhoz kell. És itt helyben mindent magyarul tudja emberek, ezt el is intézik nekik, azon kívül, hogy szórakoztatás lesz itt, tanfolyamok.